Köszönöm szépen, nagyon megtisztelő, de ne essünk át a ló túlsó oldalára. Nyugtával dicsérjük a napot, ahogy mondani szokták, németesebben, mint quittung lóvedi sonne, ugye ez egy ilyen karintis nyers fordítás a nyelv barátainak. Remélem zavarok. Kérem tisztelettel, ahogy már a bevezető bevezetőjének bemelegítése előtt jeleztem, kérem szépen ezt a fajta tébolyult össze-vissza tapsolást, lelkesedést, örjöngést, röhögést, vigyorgást, mosolygást, ezt kéretik mellőzni. Kérem, hogy csak akkor vegyék elő a kezüket a zsebükből, hogyha az egész egyszerűen kiugrik. És már más megoldás nincsen. Én arra kérném önöket, hogy egy picit így gyanakodva figyeljék a produkciót. Nem vagyok könnyű helyzetben, a kezdet mindig nehéz. Hát persze a közep és a vég se könnyű, csak az a vég azt tudná feledni, ugye? Ismerjük a klasszikus sorokat. A kezdet nehézségeire, ha megengedik egy rövidke kis történetet, gombolok a lelkükre, amint bejövetelemből, amely fenomenálisra sikeredett megítélésem szerint, láthatták, járásomat illetően kihívásokkal küszködöm ezt. Politikailag így mondják, ez a politikailag korrekt, magyarul sántítok, tehát rusztikusabban. Ugye ma már nem lehet valakire azt mondani, hogy olyan csúnya, mint a Volokalamszki országút erős gépágyú tűzben, hanem azt kell mondani, hogy esztétikailag kihívásokkal küszködik, ugye? Nem lehet azt mondani, hogy kövér, mint egy sertés, hanem súlyát illetően kihívásokkal küszködik. Hát szóval én azért sántikálom, mert egy síbaleseten estem keresztül, megoperáltak, én semmi reményt nem fűztem a további élethez, ám minden beavatkozás ellenére éjjel kettő körül magamhoz tértem. Infúzió. Transfúzió. Kollégák horpasztanak, kis kék fény világít a bejárat felett, ahol egyszer csak feltűnt egy angyali nővérnek látszó, huriba oltott női személy. Egy nővér. Kis bugyja egy átütött a köpeny alatt. És ugyebár, aki a halálból tér vissza, bár ebben még nem voltam biztos, aki a halálból tér vissza, az nagy kanállal akarja habzsolni az életet, én haladéktalanul beleszerettem. De mondom, hogyan kezdjem? Ugye nem mondhatom azt, hogy nem megyünk el moziba, vagy nem láttam én magát valahol, vagy hol a húga, és a többi, és a többi. Egy kicsit még rosszabb állapotot mutattam, mint amilyenben voltam, és azt mondtam, hogy ide adná a kacsát. Hát így kell elkezdeni egy liaisont. Mi viszont a showval haladunk tovább. Sokat gondolkoztunk azon, hogy mi erre vegyük a figurát. Team munkába alakítottuk ki ezt a diszkréten jellegtelen polgári biztonságot sugalló filmmenedzser típusú középkoromnak megfelelő szürke gyapjú öltönyt, amelynek lágy esése. Hát szóval nem akarom magam túl dicsérni, de gondoltunk több mindenre, felmerült, hogy legyek smokingba, de hát smokingot azt manapság már csak pincérek és vállalkozónak látszó vállalkozók hordanak, úgyhogy ezt túlságosan elegánsnak ítéltük, ilyen értelmiségit, vízzakósra vegyük esetleg a figurát, ilyen széles bordájú kord nadrággal, vagy pedig kicsit már itt a férfi klimax jelentkezik, 40 fölött próbáljuk a mellénnyel fiatalítani magunkat, majd pedig egy 60-as évekbeli párizsi buklé pulóvernek adunk új életet. Felmerült, hogy esetleg pincér lennék, ez tulajdonképpen nekem szimpatikus. Itt magát Jábor Pált láthatjuk 1936-ban a Gellért fürdőben. Ezt azért egy kicsikét mondénnak ítéltük, ebben már egy pici kis pedofil touch is megjelenik. Ami a pizsamát illeti, azt gondoltuk, hogy lelki pizsamába fogadom önöket, és itt fantasztikus, őszinte beszélgetéseket folytatunk, vagy télen, vagy nyáron a sportos tematika ne tévessze meg önöket, nem szoktam én ennyit, itt egy különösen szép nyári pizsiben vagyok, itt pedig mind 100% műszál sportoló jelentkezem, ingergazdag pálmás nadrágban és virágos baseball sapkában. Itt pedig egy öregedő diákot látnak értelmiségi szandiban, ilyen háromnegyedes konzervatív sortban, és egy picit mérethelytelen zöld jackiben. Hát ezt választottuk végül is, nem tudjuk, hogy jól tettük-e vagy nem. De természetesen
De természetesen ezeken a kereteken én majd időként lazítok, és teljesen váratlanul előrántom a tépőzáras zsebkendőmet, mert én ugye már Pézsével, azaz papír zsebkendővel nem igen dolgozom, mert az nekem beszalad. Mindegy, össze kell magamat kapni, szóval ez a legrettenetesebb, ebbe segítsenek. Szóval egy csomó olyan dolgot, ami, hogyha showmester leszek, akkor egy csomó olyan dolgot, amit én imádok csinálni, nem lehet. Nem lehet. Szóval egy csomó mindent nem lehet, szóval rendesen kell viselkedni, és ez nekem nem fog egyszerűen menni. Na, meglátjuk. Hát kérem szépen, igyekeztünk egy ilyen vegyes dolgot csinálni, lessük el a napnyugattól, ami ellesendő, de mindezt töltsük meg magyaros tartalommal. Ezért sóderolni fogunk. Itten nyomjuk a sódert, pörgetjük a sódert, ismerik ezt a kifejezést, mindenki tudja, hogy mit jelent. Felhívom figyelmüket, hogy a sóderban olykor aranyrögök is találhatók, ez csak munka kérdése, hogy hány kömbértert lapátolunk át. A sóra egyébként nincs magyar szó, amit én nagyon sajnálok, mert meglehetősen elégedetlen vagyok. Itt most egy súlyosabb kifejezést már is cenzúráztam, ugye már a show businessben, mert azt akartam mondani, hogy tele van, hogy már lassan hentes üzlet sincsen, csak csülökkorner, töpörtőcenter, szafaládé stúdió, már nem tudom, hogy jó dolgunkban mit csináljunk, ugye? A személyzet is egész régen ávósnak hívták, most humán politikai előadó az Isten adta. Hát néha becsattan egy-egy poén azért. Nézzék el, nekem nyelvében él a nemzet, ahogy mondani szokták, és szeretném, ha önök is magukévá tennék kedvenc jelszavamat, amelyet Madács Imrétől csavarintottam elfele, hogy az élet célja a közlés maga. Most egy kicsit élességet kell állítani, hogy lássam a táblát, ami a kamera alatt helyezkedik el. Igen, a show az értelmező szótár szerint látványos, vegyes, szórakoztató műsor, amelyet egy ismert színész vagy énekes vezet. Hát ha ezt ragaszkodunk, akkor rám ne számítsanak. Én imádok énekelni, de ettől megkímélném önöket, ugyanis éneklésemnél két rettenetes kihívással küszködöm. Az egyik a szöveg, a másik a dallam. De ezt rendkívül szeretem. Az más kérdés, hogy az utóbbi napokban csak egy sláger jut az eszembe, hogy most kéne abba hagyni, elfutni, elrohanni, de hát kalandvágyból maradok, ezzel mások is vannak így, remélem zavarok. Így tehát az ember élet útjának felén is túl, fele barátaim, szembe kellett azzal néznem, hogy ki is vagyok én. Ezért szágoldó riporterünket, Litkai Gergelyt az utcára küldöttem, kérdezem ám meg fantomképnek látszó fantomképem alapján, hogy milyen is a PR-om, hogy én is egy picikét így fogalmazzak. Elnézést kérek. Meg tetszik ismerni? Szemüveg nélkül nem. De ki lehet ő? Így, nem messze. Humorista, illetve designer. Fábri Sándor. Valami színművész, csak a neve nem jut eszembe. Szerintem zenész vagy sakkozó, nem tudom. Nagyon jó pofa, Pali. Nagyon jó dumáj, jó pofa. Igen, tudom, a nyelvemen van. Ismerős, de a neve nem jut eszembe, de egy nagyon jó komikus. Nem jut eszembe a neve. Valamelyik színészünk, de nem. Hát hasonló a Sarsóska, de biztos, hogy nem ő. Vagy ha igen, akkor nagyon át van. Szóval a maszkmester ügyesen dolgozott. Fábri Sándor. Egy hír arcról ismerős, és ha minden igaz, egy színész. Csak a neve nem ugrik be. És egy humorista lenne esetleg Fábri Sándor? Nem csodálkoznék rajta. Nem emlékeztet senkire. Nem tudom. Fábri Sándornak hívják, most így spontán úgy fogunk csinálni, mintha tudnád, jó? Fábri Sándor, megjegyezted? Oké, na. Meg tudnád mondani, hogy ki ő itt a képen? Várjál, azt hiszem láttam egyszer a tévében. Fábri Sándor? Aha, köszi szépen! Eddig a gengszerek egymás lőtték. Most már lövik a vállalkozóknak látszó vállalkozókat, lövik a sajtócézárokat, lövik a kéregetőket, lövik a boltosokat, robbantják a politikusokat. Nincs egy kis szemtex a szék alatt? Nézzük meg, ennek lejne bombariadó, ugye nem lehet tudni. Na most bármi történik itt, mert gyakorlatilag már nem lehet lakni a városban, bármi történik, megjelenik ez a kölyálos belügyminiszternek álcázott kosárlabdázó,
akitől én, ahogy megszólal, elalszom így. Erről ő nem tehet, jó szándékú ember bizonyára, de képtelen vagyok figyelni, mert egy ilyen alvó csip nálam bekattan. Annak idején különben az erotikai csip az a nagybuter volt, hogyha a tévénél csókolózás volt, akkor rágdotta a pokrócot. Ez nem neked való! Na most... Nálam ez a kölyállos főnök működik ilyen alvó csipként, tévé előtt amúgy is szeretek aludni. Magukra ez nem vonatkozik. Szóval nálam ez egy ilyen szelektív csipként működik. Egyébként azért változnak az idők, ma már ez a mi rendőrségünk, úgyhogy már egy kis folklór csíráról is be tudok számolni, hogy van az aktuális heti átok. Rajzoljon tégedet körül a Doszpot Péter. Te jó Isten! De azért ebben már kifejeződik, hogy szeretnénk ezt egy picit sztárrá tenni, ezt az embert, aki a tévében állandóan telefonál. Én nem tudom kinek, rettetes egy foglalkozás lehet. Állandóan halottak mellett látjuk, rosszabb, mint a nőgyógyász, komolyan mondom. Hát szóval, és állandóan telefonál. Tudják, mi a hasonlóság egyébként a rövidlátó nőgyógyász és a kutya között? Mind a kettőnek mindig egy picit nedves az orra. Vannak természetesen eredmények is, megtalálták például a kis hangya Ferikét. Valószínűleg azért ennyire sokára, mondta egy cinikus barátom, mert az FBI szakértők Hangya Boy néven keresték a kompjúterbe. Na most... Természetesen szerveződik a civil társadalom. Köszönöm szépen, igen, örülök, a stáb is jól van, ez talán jelent valamit. Meghajtom az ászlomot a pécsi asszonyok előtt. Az egyik helyre bement két ilyen robébis csávó, ilyen tápos krapekok, és egy fegyvernek látszó vízipisztollyal mondták, hogy einstand, mint a pásztorok, ugye, ad ide, ajj. Na most ezek a csajok, ezek naponta átdobnak 30 láda sörösrekeszt. Az egyik egy Kvelle katalógussal figyelik a részleteket, ez így hangzott el. Egy Kvelle katalógussal standepityere orba vágta az arcot, akik ilyen szomin elmentek. Jó, hát a nem, nem. Van még poén. A másik üzletbe, egy ékszerüzletbe pedig bement egy ilyen hozzám hasonló decens úr, és széttárta a ballonkabátját. Nem az, amire gondolnak, egy 40 centis vascsövet kapott elő, és próbált vele ott egy kicsit droidozni, vagy nem tudom, metélni, picikét figurázni. Csajoknak ez nem tetszett, szó szerint egyébként ez egy nagymama volt, aki lefegyverezte ezt a gengszternek látszó csőszerelőt, gondolom én. Ez volt neki otthon, ugye, magyar ember azzal ütver, ami van neki otthon. Azt mondja, láttam, hogy lóg neki. Ez szó szerint elhangzott. Kikapta a kezéből, azt mondja, ha nem bicsakli ki a térdem, agyon is verem. Mondta a derék nagymama. Utolsó energiájával még fölkapott némi bizsutériát, de annyira vérzett már, hogy az utcán összeesett sérelmére. Résen volt a szomszéd üzlet kolléganője, aki még lefújta egy kis könyvgásprével pluszban. Ez akkor már nem használt neki vélhetőleg. És utána jöttek a kommandósok, és egyszerűen a helyzet magaslatára emelkedtek. Ilyen símazva. Azért az egy érdekes dolog, ugye, a robbantások egyelőre még nem mennek tökéletesen. Tehát sokan megmenekülnek. Hát még szerveződik a civil társadalom. Fog ez még jobban is menni. De az a lényeg, hogy a robbantásnál a fölrobbantottakat, hogyha megkérdezik, az fogalma nincs neki. Soha. Mi azonban nem hagyjuk ennyiben. Kecskemét környékén
egy óriási robbantás történt, pontosabban Kecskeméttől 20 kilométerre, az eset körülményei egyelőre tisztázatlanok. A robbanás óriási pusztítást végzett a környéken, a Sóder tudósítója Szőke András már a helyszínen tartózkodik, és ha minden igaz, műholdas kapcsolással most élőben, live, jelentkezik. Igen, live, ezt így mondják most már, live, élőben, igen. Szervusz András, szervusz. Vannak sérültek? Vannak, de elszállították. Vannak rendőri erők is a helyszínen? Nem, most elmentek ebédelni, én vagyok itt, mert egész éjszaka itt voltam. Ha jól tudom, az éjszakát a helyszínen töltötted. Igen, itt aludtam a gödörben. Miről lehet szó? Bomba robbant, vagy valami más okozta a detonációt? Bomba, mert nagy gödör van. Benne voltam a gödörben. Egy jó nagy bomba volt. Mégis mekkora volt ez a bomba, András? Azt nem lehet tudni, mert fölrobbant. Pillanat! Maradj vonalban, András! Értesüléseink szerint a falu összes épülete összedőlt. Igaz-e viszont, hogy a kocsma előtt állt egy gyanús, billenőzzillnek látszó billenőzzill? Igen. Egy K.J. nevű embernek a billenőzzille volt ott. A rendszámot azt nem tudom, mert elfelejtettem papírral, nagyon nagy szél van, és elvesztettem papírt. Mi lehetett az ok? Politikai terrorizmus, leszámolás, ki lehetett esetleg a célpont? Hát nézd, az, hogy én itt fekszek a gödörbe, innen nem lehet ezt megtudni pontosan, hogy kit akartak itt, fölrobbant is borzasztóan, nem tudom megmondani, hogy kit akartak lenni. Elején vagyunk még a nyomozásnak. Elképzelhető-e, hogy a Pándi-féle pedofil maffiával összefüggésbe hozható az ügy? Hát amennyiben ilyen mezőgazdasági területekre is kijárnak, akkor elképzelhető. Én nem tudom, én úgy tudom, hogy csak Pesten van ilyen. Mekkora az esélye annak, hogy rábukkannak az elkövetőre, illetve hogy ismét ártatlan embereket fognak meghurcolni? Hát kis. András, maradsz még a helyszínen? Igen, visszatérek a gödörbe. Szőke András, Sóder, zene, derű, csevej! Szőke András! Garamvölgyi úr könyvet készül írni. Az eredeti művet úgy hívják, hogy én a viszkis. Az övét szerényen úgy, hogy én a rendőrség. Hát most a dolog grammatikai részére nem hívnám fel a figyelmet, de mintha a hasonló mondatot már hallottunk volna 14. Lajostól, az állam én vagyok. Mellesleg a közszolgálati híradóból megtudhattuk, miután a rendőrség ugyebár hátradőlt a viszkis elfogása után, mint legutóbb Horn Gyula a NATO népszavazás után. Neki nem jött be ebből, remélem nem lesz baj. Több mint 40 rendőrt tüntettek ki, köztük, most dob egy hátast, a titkos rendőröket titkosan. Megvan ez agyilag? Szóval úgy elképzelem, hogy a parlamenti lépcső egyik titkos férfi klozettéjében, mondjuk Pintér Sándor feltűnés nélkül overallban, munkásnak álcázva magát olajozza az egyik lengőajtót, Kövér László lefolyócsőnek álcázza magát, Garambölgyi kukkol és jegyzetel, Gönc Árpi bácsi úgy tesz, mintha kezet mosna, miközben a kitüntetett ugye a fajanszon ül, és úgy tesz, mintha elfogyott volna a klozett papírja. Eközben egy öttagú részfogó zenekar bekötött szemmel halkan muzsikál. Az adott dramatikus ponton Árpi bácsi szigorúan népszabába csomagolva benyújtja alul a kitüntetést, és annyit mond, hogy csak így tovább, fiai. Régen tudjuk, hogy a bánat és a vidámság együtt járnak. Nyilván az utóbbi napokban önök közül is sokan jártak szeretteiknél a temetőben, de az emberben ott bujkál a kis ördög, szóval halálunkban is olyanok vagyunk, mint az életben. Szóval én mindig találok valamit, hát az mondjuk ilyen házaspáros síroknál most attól eltekintve, hogy aki 2000-ig nem ér célba, át kell majd vésni a számot. Ez csak egy apróság, de házaspárosnál van két nagyon jellemző felirat, az egyik az, hogy megvárlak, szóval optimistábbaknál jövök utánad, ugye? Attól függően, hogy ki készítette a síremléket, valaki aztán előre megveszi a sírhelyet, ott még nincsen semmi, de már egy tábla ki van téve, vagy foglalt. Ugye esetleg egy kis kerítést lehetne csinálni, egy pici szerszámos kamrával ott egy kicsit elfóliázni, addig ugye ne pihenjen a terület, de a legjobbat most láttam, kérem szépen, Hudák Béláné élt 65 évet, emlékére állítatta férje, János. Nyilván megvan a magyarázat, csak
Kicsit morbid volt ugye már ezt olvasni. Hölgyeim és uraim, reklámok hatják át életünket. Hol vagyunk már attól, amikor annak idején a 70-es években pályázatot írtak ki a Kőbányai Centrum Áruház nevére? Mondjam a nyertest? Kőbányai Centrum Áruház. Ettől jó messzire jutottunk, sokáig azt hittem, hogy a kapd be, emlékeznek erre az üdítőitalra, ez volt rajta kapd be, azt hittem, hogy ez egy olyan végpont lesz, mint a honi televíziózásban, amikor Rózsa György azt mondta, hogy hármas színpad nyílik ki. Tehát azt hittem, hogy mentálisan már nem lehet ennél tovább jutni, hát azóta történt egymás, nekem a kedvencem ez a bizonyos otthonában felállítjuk. Ez valami hidromasszázs, ugye? Milyen a jó Viagra, ami otthon is használ. De van egy pár dolog, és itt hadd fordítsam egy picit komolyra a szót, ami mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Azon még csak túllendültünk, hogy becsületben meghalt nagy magyar színészeket poszthumusz felhasználtak reklámra, szegény Kabos Gyulára gondoljunk példának okáért. De az, hogy most jó lenni Toyotának, mert Kossuthnak verbúválnak? Vagy, ugye, de a kreatív megértette, hogy ez így nem egészen jó, mert ez azt jelenti, hogy eddig nem volt jó Toyotának lenni, tehát picit oda van rakva egy is. Most is jó lenni Toyotának, mert Kossuthnak verbúválnak is. Aztán, hát azért vannak még mindig, bár mindent megteszünk ezen fogalmak lejáratására, hát azért a demokrácia meg a forradalom az nem tréfa, barát. Hát ezt nem lehet összekombinálni mivel? A vízkő oldóval, ahogy tetszik mondani. Mert úgy, ilyen tömeg tüntet meg minden forradalom, és akkor ez egy forradalmi vízkő oldó. És az embernek egy kicsit a hátán fut a hideg, de sajnos el kell, hogy mondjam, 56-ot is sikerült klippesíteni. Nagyon helyesen egyébként felhívják a figyelmünket, hogy 4-én ugye gyújtottunk volna gyertyát. De ez a klip, nem tudom másként nevezni, hiába használ fel legendás régi dokumentum felvételeket, a következő mondattal kezdődik. Mindenki szereti a szabadságot. Hát kinek az elméjébe férkőzött be ez a mondat? Hát mi a szabadság? Túró Rudi? Havi kötő? Vagy üdítő ital? Barátaim. És nem kérek tapsot. Vagy mégis? Röviden ezt a blokkot lezárva, nincs vész, megvan, ugye? Szóval nekünk, ahogy a költő mondja, úgy látszik, tényleg mohács kell. Minden, és mindig, és mindenhol, és mindenhogyan reklámozunk. Csoda, hogy bizonyos kézenfekvő dolgok reklámja nem bukkant még fel. Például a kokáért. Dóra és Nóra ikerpár. Dóra zöld, és testét hullafoltok borít. Míg Nóra friss és üde. De vajon mi Nóra titka? A levegő. Nóra ugyanis percenként 12-szer vesz levegőt. Vegyen ön is levegőt akciósan. Most több mint 70% nitrogénnal. Vagy egy másik. 30 éve dolgozom postásként. Így gyakran járok ki be ajtókon. Én aztán igazán tudom, mennyi bosszúságot okoz, ha egy ajtót nem lehet kinyitni. Kaparni kell, feszíteni, rugdosni. A kilincs segítségével azonban mindez már a múlté. Amikor először mondták, próbáljam ki a kilincset, én is kételkedtem. Kinyitni egy ajtót egyetlen mozdulattal? Ugyan. Kezelése egyszerű, nem igényel nagy erőfeszítést, és a másik kezemmel még 1000 dolgot csinálhatok. Próbálja ki ön is, kilincs, és a világ megnyílik önnek. Pilóta, de nem repül? Elítélik, mégse ül. Ki volt az? Hajam, tribúszerni, úgy. Feldobják Pista bácsi, leesik semmi. Na,
Pista bácsi megfogta az Isten lábát. Most jön egy beugratós. Ha feldobják, lecsukják. Margitka, aranyos Margitka. Hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tributors kis csoportját, aki Komló Angyalföld és az Orosházi Tanyavilág közepette ellátogattok hozzánk ide a skanzenba. Ahol itten vagyunk, ez a három kijárattal ellátott Tribószerné emlékszoba. Itt láthatók ezek az egyszerű tárgyak. Hátul van egy pilleágy, abba fektette a pénzet. Itt meg megettünk, van egy úgynevezett diaporáma. Bal felől Glückanttal kisbefektető. Amint házának eladása után éppen 4.322.000 forintot ad át aranyos Margitkának, aki itten most kékben látható, és három példányos pénztár bizonylatot töltöttem ki. Kérem szépen, ez a kisfiájé számológép, ezen végezte a könyvelést. Utána, hogy hiba ne essék, ellenőrizte még egy zsebszámológép. Hát most már szépen volt látogatunk is, vendégkönyv. Itt jártunk, de még sikerült elmenekülnünk. Bató Erzsébet. Ő az, akit még keresnek. Szeretném mi hamarabb megszorítani ennek a csodás asszonynak a kezét. Stadler Jóska. Bécsbe se láttam ilyen szépet. Prinz Gábor. Pár dolgot magunkkal vittünk a Tribu BT munkatársai. Volt aztán itten egy földgömb. Ez félsztollal össze van jelölve. Megpergetem Miaminál áll meg mindig. Oda vágyott ő, de valójában nem akart ő oda. Ide volt ő gyökerezve ebbe a kis hazába. Ezzel a földgömbbel csak az operatív csoportot akarta megtéveszteni. Neki volt egy golyóstollal a kenyeribe Magyarország térkép, Komló, Orosházi Tanyák, Angyalföld, ahol aztán hát végül is a lakása volt neki. Volt aztán egyszerűen Dáciával járt, 1002-es Dáciával. Azt a behúzatta élő jegesmedve bőrre. Úgyhogy beült, akkor brumbogás hallatszott. Ez így volt, ez tényvalóság. Mondták aztán, hogy most már ő nem is Margitka, hanem Mario. Által operáltatta magát férfinek és kis dobszán sofőr. A 300-as volánnál. Elmentem, nem ő volt. Mozinak mozi volt, de nem ő. Van aztán egy kedves szokásunk, fizetésnapkor átjönnek egy ifával a komlói bányásznak öltözött bányászok. A kapuba felsorakoznak mazsoretek vezetésével, nagy szívlapáttal ütik a fejüket ritmusra, és azt a tordítsák, hogy soha többé. Ezt úgy hívják, hogy tribujárás. Igen, ilyen szép szokás. Programok is kapcsolódnak ide a skanzenba. Énekelgetünk a helyi asszonykórussal péntekenként ilyeneket, hogy Tribószerné káposztát főz, ám két rendőr épbe csengőz, elhagyná ő alakását, de nem tanálja parókáját. Így el vagyunk meg olyanokat, hogy Tribószerné azt üzente, elfogyott a fedezetje. Ha még egyszer azt üzeni, kétszer fogja azt üzenni. Köszönöm.
Szivarral oda megy a medvéhez. Azt mondja, excuse me. Leszállna a motoromról? Jó, leszállt. Garamvölgyi úr könyvet készül írni. Az eredeti művet úgy hívják, hogy én a viszkis. Az övét szerényen úgy, hogy én a rendőrség. Hát most a dolog grammatikai részére nem hívnám fel a figyelmet, de mintha a hasonló mondatot már hallottunk volna 14. Lajostól, az állam én vagyok. Mellesleg a közszolgálati híradóból megtudhattuk, miután a rendőrség ugyebár hátradőlt a viszkis elfogása után, mint legutóbb Horn Gyula a NATO népszavazás után. Neki nem jött be ebből, remélem nem lesz baj. Több mint 40 rendőrt tüntettek ki, köztük Mosdovegyhátast, a titkos rendőröket titkosan. Megvan ez agyilag? Szóval úgy elképzelem, hogy a parlamenti lépcső egyik titkos férfi klozettéjében, mondjuk Pintér Sándor feltűnés nélkül overallban, munkásnak álcázva magát olajozza az egyik lengőajtót, Kövér László lefolyócsőnek álcázza magát, Garambölgyi kukkol és jegyzetel, Gönc Árpi bácsi úgy tesz, mintha kezet mosna, miközben a kitüntetett ugye a fajanszon ül, és úgy tesz, mintha elfogyott volna a klozett papírja. Eközben egy öttagú részfogó zenekar bekötött szemmel halkan muzsikál. Az adott dramatikus ponton Árpi bácsi szigorúan népszabába csomagolva benyújtja alul a kitüntetést, és annyit mond, hogy csak így tovább, fiai. Régen tudjuk, hogy a bánat és a vidámság együtt járnak. Nyilván az utóbbi napokban önök közül is sokan jártak szeretteiknél a temetőben, de az emberben ott bujkál a kis ördög, szóval halálunkban is olyanok vagyunk, mint az életben. Szóval én mindig találok valamit, hát az mondjuk ilyen házaspáros síroknál, most attól eltekintve, hogy aki 2000-ig nem ért célba, át kell majd vésni a számot. Ez csak egy apróság, de házaspárosnál van két nagyon jellemző felirat, az egyik az, hogy megvárlak, szóval optimistábbaknál jövök utánad, ugye? Attól függően, hogy ki készítette a síremléket, valaki aztán előre megveszi a sírhelyet, ott még nincsen semmi, de már egy tábla ki van téve, vagy foglalt. Ugye esetleg egy kis kerítést lehetne csinálni, egy pici szerszámos kamrával ott egy kicsit elfóliázni, addig ugye ne pihenjen a terület. De a legjobbat most láttam, kérem szépen. Hudák Béláné élt 65 évet. Emlékére állítatta férje, János. Nyilván megvan a magyarázat, csak kicsit morbid volt ugye már ezt olvasni. Hölgyeim és uraim, reklámok hatják át életünket. Hol vagyunk már attól, amikor annak idején a 70-es években pályázatot írtak ki a Kőbányai Centrum Áruház nevére? Mondjam a nyertest? Kőbányai Centrum Áruház. Ettől jó messzire jutottunk, sokáig azt hittem, hogy a kapd be, emlékeznek erre az üdítőitalra, ez volt rajta, kapd be, azt hittem, hogy ez egy olyan végpont lesz, mint a honi televíziózásban, amikor Rózsa György azt mondta, hogy hármas színpad nyílik ki. Tehát azt hittem, hogy mentálisan már nem lehet ennél tovább jutni, hát azóta történt egymás, nekem a kedvencem ez a bizonyos otthonában felállítjuk. Ez valami hidromasszázs, ugye? Milyen a jó Viagra, ami otthon is használ. De van egy pár dolog, és itt hadd fordítsam egy picit komolyra a szót, ami mellett nem tudok elmenni szó nélkül. Azon még csak túllendültünk, hogy becsületben meghalt nagy magyar színészeket poszthumusz felhasználtak reklámra, szegény Kabos Gyulára gondoljunk példának okáért. De az, hogy most jó lenni Toyotának, mert Kossuthnak verbúválnak? Vagy, ugye, de a kreatív megértette, hogy ez így nem egészen jó, mert ez azt jelenti, hogy eddig nem volt jó Toyotának lenni, tehát picit oda van rakva egy is. Most is jó lenni Toyotának, mert Kossuthnak verbúválnak is. Aztán, hát azért vannak még mindig, bár mindent megteszünk ezen fogalmak lejáratására, hát azért a demokrácia meg a forradalom az nem tréfa, barát. Hát ezt nem lehet összekombinálni mivel? A vízkő oldóval, ahogy tetszik mondani. Mert úgy, ilyen tömeg tüntet meg minden forradalom, és akkor ez egy forradalmi vízkő oldó. És az embernek egy kicsit a hátán fut a hideg, de sajnos el kell, hogy mondjam,
56-ot is sikerült klippesíteni. Nagyon helyesen egyébként felhívják a figyelmünket, hogy 4-én ugye gyújtottunk volna gyertyát. De ez a klip, nem tudom másként nevezni, hiába használ fel legendás régi dokumentum felvételeket, a következő mondattal kezdődik. Mindenki szereti a szabadságot. Hát kinek az elméjébe férkőzött be ez a mondat? Hát mi a szabadság? Túró Rudi? Havi kötő? Vagy üdítő ital? Barátaim, és nem kérek tapsot. Vagy mégis? Röviden ezt a blokkot lezárva, nincs vész, megvan, ugye? Szóval nekünk, ahogy a költő mondja, úgy látszik, tényleg mohács kell. Minden, és mindig, és mindenhol, és mindenhogyan reklámozunk. Csoda, hogy bizonyos kézenfekvő dolgok reklámja nem bukkant még fel. Például a kokáért. Dóra és Nóra ikerpár. Dóra zöld, és testét hullafoltok borít. Míg Nóra friss és üde. De vajon mi Nóra titka? A levegő. Nóra ugyanis percenként 12-szer vesz levegőt. Vegyen ön is levegőt akciósan. Most több mint 70% nitrogénnal. Vagy egy másik. 30 éve dolgozom postásként. Így gyakran járok ki be ajtókon. Én aztán igazán tudom, mennyi bosszúságot okoz, ha egy ajtót nem lehet kinyitni. Kaparni kell, feszíteni, rugdosni. A kilincs segítségével azonban mindez már a múlté. Amikor először mondták, próbáljam ki a kilincset, én is kételkedtem. Kinyitni egy ajtót egyetlen mozdulattal? Ugyan. Kezelése egyszerű, nem igényel nagy erőfeszítést, és a másik kezemmel még 1000 dolgot csinálhatok. Próbálja ki ön is, kilincs, és a világ megnyílik önnek. Pilóta, de nem repül, elítélik, mégse ül. Ki volt az? Hallja, tribúszerni, úgy. Feldobják Pista bácsi, leesik semmi. Na, Pista bácsi megfogta az Isten lábát. Ahogy tetszik mondani. Most jön egy beugratós. Ha feldobják, lecsukják. Margitka, aranyos Margitka. Hát szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Tributors kis csoportját, aki Komló Angyalföld és az Orosházi Tanyavilág közepette. Ellátogattok hozzánk ide a skanzenba. Ahol itten vagyunk, ez a három kijárattal ellátott tribúszerné emlékszoba. Itt láthatók ezek az egyszerű tárgyak. Hátul van egy pilleágy, abba fektette a pénzet. Itt meg megettünk, van egy úgynevezett diaporáma. Bal felől glükkanttal kisbefektető. Amint házának eladása után éppen 4.322.000 forintot ad át aranyos Margitkának, aki itten most kékben látható, és három példányos pénztár bizonylatot töltöttem ki. Kérem szépen. Ez a kisfiájé számológép. Ezen végezte a könyvelést. Utána, hogy hiba ne essék, ellenőrizte még egy zsebszámológép. Hát most már szépen volt látogatunk is. Vendégkönyv. Itt jártunk, de még sikerült elmenekülnünk.
Bató Erzsébet. Ő az, akit még keresnek. Szeretném mi hamarabb megszorítani ennek a csodás asszonynak a kezeit. Stadler Jóska. Bécsbe se láttam ilyen szépet. Princ Gábor. Pár dolgot magunkkal vittünk, a Tribu BT munkatársa. Volt aztán itten egy földgömb, ez filctollal össze van jelölve, megpergetem Miaminál áll meg mindig. Oda vágyott ő, de valójában nem akart ő oda menni. Ide volt ő gyökerezve ebbe a kis hazába. Ezzel a földgömbbel csak az operatív csoportot akarta megtéveszteni. Neki volt egy golyóstollal a tenyerében Magyarország térkép, Komló, orosházi tanyák, Hongyorföld, ahol aztán hát végül is a lakása volt neki. Volt aztán egyszerűen egy Dáciával járt, 1002-es Dáciával. Azt a behúzatta élő jeges medve bőrre. Úgyhogy beült, akkor brumbogás hallatszott. Ez így volt, ez tény valóság. Mondták aztán, hogy most már ő nem is Margitka, hanem Mario. Által operáltatta magát férfinek és kis dobszál sofőr. A 300-as volánnál. Elmentem, nem ő volt. Mozinak mozi volt, de nem ő. Van aztán egy kedves szokásunk, fizetésnapkor átjönnek egy ifával a komlói bányásznak öltözött bányászok. A kapuba felsorakoznak mazsoretek vezetésével, nagy szívlapáttal ütik a fejüket ritmusra, és azt a tornítsák, hogy soha többé. Ezt úgy hívják, hogy tribujárás. Igen, ilyen szép szokás. Programok is kapcsolódnak ide a skanzenba. Énekelgetünk a helyi asszonykórussal péntekenként, ilyeneket, hogy tribúszerné káposztát főz, ám két rendőr épbe csengőz, elhagyná ő alakását, de nem találja parókáját. Így el vagyunk meg olyanokat, hogy tribúszerné azt üzente, elfogyott a fedezetje. Ha még egyszer azt üzeni, kétszer fogja azt üzenni. Köszönöm. Bruce Willis. Melletted? Schroeder gyufa. Még egyszer? Schroeder gyufa. Nyuszi. Kanibál. Igen? Viszkis rabló. Penott tükör tojással. Igen? Bohóc egy. Bohóc kettő. No, nem cigi. Csoki automat. Fábri Sándor, remélem zavarok. Köszönjük szépen. Egyáltalában nem zavartatok. Sőt, ami alatt ezt a rövid kis bemutatót tartottuk, én is visszarévettem azokba az időkbe, amikor olyan forma kisdiák voltam, mint az itt jelenlévők. A mi időnkben a legegyszerűbb volt az arab, ugye? Tehát akkor egy abroszt borítottunk a fejünkre, amelyet átkötöttünk a Fater Frotir köpenyéből kihúzott kis övvel. Volt aztán egy osztálytársnőnk, szegény Sőn Ica. Nevével ellentétben maszk nélkül járhatott volna busójárásra. Boncz Géza poénját ide idézve. De annak idején ugye minden kislány király kisasszony akart lenni értelemszerűen. Neki viszont az édesanyja a Hunyadi téri húsboltban dolgozott, úgyhogy úgy gondolta, hogy gyulai kolbászra veszi a figurát. Magára gyötört egy barna harisonadrágot, amit így meghosszabbított, vagy kettőt összedolgozott, ezt már pontosan nem lehet tudni, és ezt megbatikolta, emlékeznek, ugye? Tehát NDK ruhafestékbe kellett bedugni, madzaggal összekötni, és akkor ezen mindenfajta minták lettek. Hát amikor elkészült a nagy bű, szegény kislány jött be, és hát szeretett volna némi dicséreteket be
kolbászolni, hogy stílusban maradjak. Hát zavarba ejtően úgy nézett ki, amelynek a közönség hangot is adott, mert az egyik apuka odaszólt a másiknak, azt mondja, ném már ez címkézett szarnak öltözött. Voltak aztán absztrakt hajlamú barátaim. Az egyik például a Titanicnak öltözött, megtört derékkel. Szóval én vagyok a Titanic, de ennyi volt gyakorlatilag. Hát a legegyszerűbbet ismerik. Elefánt. Ez a legolcsóbb, mert kicsit merész. Voltak aztán ilyen komplikáltabbak, mint a kakukkosóra és a gyilkos bálna, de a legemlékezetesebb volt, az egyik gyerek redőnynek öltözött. A fateri ordítba jött be a izére. A jelmez bár csak annyira lehetett, hogy nyuszi leverlet, csak egyet lehetett hallani, mert otthon épp redőnyt javítottak, a csávó elhozta beletekeredet, és eljött vele a jelmez bálba. Voltak aztán ilyen balhés gyerekek, Boncz Gézát megelőzve az egyik csak ennyit csinált. Én vagyok a rádió hullám. Volt egy gyerek, az napfogyatkozásnak öltözött, azt mondta, el se jön. Volt aztán egy haverunk Mohikán, aki 27-szer látta a fekete tulipánt. Akkor 20 éves volt körülbelül, úgyhogy csak megfigyelőként vett részt az órákon, ugye? Mindig, ha fel akarták szólítani, felelni, azt mondta, hogy én csak megfigyelőként vagyok itt, mint Kína az ENSZ-ben. És neki is kellett, és előtte az osztályban be kellett mutatni a jelmezeket. És Mohikán bejön Super Ralph Farmerbe, a Hot Civilbe. Kérdezi a tanárnő, hogy és a te jelmezed? Miért te minek öltöztél, kicsi fiam? Mátyás király áruhában. A következő évre továbbfejlesztette a dolgot, mert csak bekiabált kintről, hogy én vagyok a láthatatlan ember. Sokkal később, már felnőtt fejjel, amikor nagy sikerrel mutatták be nálunk is az Aranyoskám című filmet, ugye, amelyben Dustin Hoffman nő színészként, nő jelmezben helyezkedik el. Ez volt a Tutsi. Hát gondoltam, hogy ebben a jelmezbálban én Tutsira fogom venni a figurát. Abban az időben a filmgyárban dolgoztam, bementem a ruharaktárba, ahol Lacika fakötőtői halkan kocogtak. Mondom, Lacikám, az a helyzet, hogy nőnek szeretnék öltözni. Lacika rám néz. Na végre! Mondom, de Lacikám, ez csak egy jelmezbál. Valahol el kell kezdeni. Talán értesültek róla, hogy a közelmúltban, ha nem is a sarkpóluson, de mondjuk így, hogy az északi sarkkörön jártam, Frey és Kepes kollégák úgy en passant megemlítették, hogy nem tartanék-e velük az északi sarkra, minthogyha csak a rudas gőzbe invitáltak volna. Hát mondom, why not? Miért ne? Nem jártam még arra, és nem valószínű, hogy a saját erőmből el tudtam volna oda hatolni. A legjobb volt a nadrágok rétegrendje. Jéger, szöszmöszmackó, szélnadrág. De ezek már nem olyan mackók, mint ifjókorunkban. Itt a szélre nagyon kell vigyázni. Tehát mindegyik nadrágnak megvan a slicnél a maga kódja. Tehát a jéger balról le, benne vissza, fel, vissza. Azt hinnéd, hogy a szöszmösz mackó is ugyanerre a ritmusra jár, de nem, az jobbról alul fel, benne le. Na ez az a pont, amikor Rodolfo sikítva eldobja a bűvészdobozt, mert a tépőzár a szélnadrágnál pedig fölle, alá, jobbra, balra. Úgyhogy én inkább autogén tréninggel stokkoltam az anyagot, mert mire elővettem volna, hát egész egyszerűen irreverzibilis folyamatok indulnak be. Olyan hideg nem volt, mint gondoltam. Tehát így mondták, hogy majd koppan a pipi, ugye? De azért ennyire nem. Na, engedjék meg, hogy akkor ízelítőképpen a feladat a következő, az ember rááll erre. A kutyák örjöngenek. Végig állsz a féken, mint állat. Fölrántod a madzagot. És akkor fékezve, mert még úgy is irdatlan sebességgel mennek, rögtön egy ilyen bukkanón kellett nekünk lemenni, egyszer csak megáll mellettem egy szán, Frey Tamás, és aki mögötte van, az már nem volt ott. Az már nem volt ott, ez Kepes András barátunk volt, aki hát nem egészen jól vette ezt az első bukkanót,
Ez a két tévés csávó, érted, ez a defertes, ez a Kepesi, meg a Frey, érted, olyan szólnak, azt mondja, Sanyi azt mondja, nem jönnél el a északi sarkra. Hát mondom, a időmből kitelik, érted, nem gond probléma. Első nap jegesmedvési vidék erősen. Érted? Olyan van, hát nem tudtam becsekolni a szállodába. Ott ült a kádba egy jegesmedve. Te mondom, figyelj, fújt a bőrgyár, érted, adjad át a bérleményt, azt mondja, mosd meg a hátam. Hát én nem mertem, szóltam így a biztonsági szolgálatnak, akkor még jegesmedve ügyben barhafés voltam. Na nem ez a érdekes, figyelj, elmentünk a fókabárba. Érted, jégből van eleve. Érted, len vagy 4 méter mélyen, minden jégből van, kivéve a csapostő rozmár. Érted? És ilyen csipkés fityulában vannak, ilyen fókák szolgálnak föl, érted? Csak az orukon nem a strandlabda pörög nekik, hanem a félkevert. Mert az is van, azt is kaptunk. De vittem, ezért, na korrektem. Kicsit felvettük a belső fűtést, érted? Hát ők is azért aránylag úgy, hogy egy picit fogyasztottak, hát nem olyan jelentős mennyiségben, mint én, na nem érdekes. Kijövünk, érted, a jégbárból? Akarjuk a snowmobilokat beízítani, ezeket a homocikat, érted? Hát ott ül egy jegesmedve. Érted? Ottan ül, és olvassa International Herald Tribune. Érted? Mert ott mindenki bírja az angolt, érted? Én nem, hát szólok a két csávónak, azt mondja Frey, vegyed elő a medveülőt. Érted? Azt mondja, egyből, de mondom, mi lesz a csatok? Érted? Mondom, ne üssem le őtet inkább, érted? Hátulról oda lopakodok, érted? Leviszem a csávot Nelson Mandelába, érted? A Kepes meg a svájci bicskájával elvágja a torkát, érted? Ezt a csomagtervet dolgoztam, érted ki? Na hát Frey ottan át a puskával, érted, elfogódottan. A 25 lövetű medveülőt vittük, érted? Nem érdekes? Én mondtam, vigyünk egy Stinger rakétát, mert abban csak egyet kell lőni. De a Amsterdamnál nem engedték át a vámon, nem? Nincs jelentősége. Na, de mi történt? Akarok, érted, hogy már burulóba mennék rá, érted? Mennék rá Macira. Erre a Kepesi úr, ez a desszertos csávó. Érted? Szivarral oda megy a medvéhez. Azt mondja, excuse me. Leszállna a motoromról? Jó, leszállt. Hölgyeim és uraim, kicsit már régebben történt, de én azóta is morfondírozom az eseten. Pár hete ugyebár a Suzuki igazgatóit, két japán urat, meg hát egy helyi erőt, de ez a történet szempontjából nem olyan lényeges. Vasba verve vitték el, mint Szálasit a főtárgyalásról. És utána megkérdezték a főrendőrt, hogy miért volt erre szükség. Azt mondja, hogy hát a japánok izgágák, vagy körülbelül ilyesmi, nem szó szerint idézem, és valamennyien láttunk már szamuráj filmeket. Hát ez nekem szárnyakat adott. Megpróbáltuk elképzelni, hogy mit csinál egy irodai, mérleképes szamuráj. Most a Schoderben játszik, azonnal jövünk. Tárgyalási technika? Ellenfelet nem szabad megölni. Irodai szamuráj életben tartja, csak a rendelkezésre álló eszközökkel kicsit próbálja álláspontot közelíteni. Nagyon távoliak álláspontunk, előrántjuk vonazót, vonazó jó, tartja egyenesen gerincoszlop. Egy villanással előrántjuk és egy kicsit megdádázzuk. Súlyosak a kamatfeltételek? Gemkapocból dobócillagot készítünk. Dobócillagot beszúrjuk neki. Egyből csökkennek a kamat feltételek. Ő nem akar szupermarketet berendezni a Vajdahunyad várába. Értetetlen okokból. Nem akarsz előrágyú góló, fényegető pasabra, szállni, szint, ablicsi! Van itt egy egyszerű könyökvédő.
nem lehet garázst berendezni az operaházba? Milyen szép lenne. Operaházba állnának autószalonok. Hopp, ráhúzzuk a könyökvédőt, és megdáldászunk. Ez nuncakú. Tetszenek érteni? Egy mozdulattal tűzünk, kívül nuncakú. És rosszakodik, letűzzük mindenütt, megtűzködjük, megtűzködjük őt. Kompjúterből levesszük egér. Nem lehet a halászbástyából szállodát csinálni. Hát, nem akarja eladni a Szent Koronát. Micsoda, micsoda egy mákac partner. Fogjuk, én mutatom, meglendítjük, és egy mozdulattal ezt rátekerjük, és így rá van. Ez most csak bemutatni. És hogyha semmilyen irodai eszköz, amely mint látható, mint fegyveré válik, nem használ, előveszünk egy borítékot, amiben van 5 millió jen. És akkor rögtön elfogadja a választ. Kérem szépen a postarablás, bankrablás, üzletrablás ma már annyira a mindennapjaink részét képezi, hogy utazási irodák most már kalandkedvelőknek ilyesfajta programokkal is szolgálnak, raboljon nálunk jelleggel, többféle árkategóriában. Hát nézzük, lapozzunk bele egy ilyen kis program füzetben. Extra VIP program. Ön fényes nappal, Kim Basinger harisnyájával, a fején, kezében egy parabellummal behatol egy jó nevű bankba. Ott csinos statiszták és biztonsági őrnek öltözött kaszkadőrök rögtön halálra rémülnek. Ön átvesz egy előre befizetett tetszőleges nagyságú összeget a bankigazgatótól, akit egy Kossuth Díjas színművész alakít. Hirtelen a helyszínre érkeznek a hazánkban állomásozó FBI nyomozók, ön lefegyverzi Denzel Washingtont és túlszor egy dobókatát, esetleg fordítva, majd egy hófehér Mercedes-szel elmenekül. Az eset után egy hónapig állandó vendég lesz a fókuszban, és összemérheti erejét az Osztálytalálkozó című műsorban a viszkis rabló. Kedvezményes program! Kedvezményes program! Ön, késő délután. Ha az előzőt nem jegyezték meg, ezen nem fognak nevetni, tehát figyusztam. Zokni statiszt. Kedvezményes program. Ön késő délután, exportból visszamaradt harisnyával a fején, kezében egy fegyvernek látszó tárgyal, behatol egy banknak látszó helyiségben. Ott munkanélküliek téblábolnak. Ön némi fenyegetés után megkapja az ide átutalt munkanélküli segélyét egy segédszínésztől. Hosszú várakozás után az FBI helyett a helyszínre érkezik egy segédrendőr. Ön túlszülejti özvegy Krusbeck Béláni hivatal segédet, és saját segédmotoros berváján elhúz a helyszínről. Másnap Krusbeckné a piacon elplekkálja az eseket. Last minute program. Ön hajnalban, wake up, saját zokniával a fején, kezében egy üres üveggel, behatol egy non-stop vegyes boltba. 20 forintot követel az eladótól, de határozottan. Az eladót amatőr színjátszó alakítja, a helyszínre érkezik egy formaruhás kukás, ön pedig túlszul egy Pul Sándor életnagyságú kartonképét, és hazaszalad. Másnap berúg, és igyekszik elfelejteni az egészet. Kész. Nem értem. Nagyon szeretem köztisztében álló kollégámat, aki szereti a focit. Én is szeretem a focit. Azoknak mindig szóval, hogyha a csatornán kicsit elmegyünk, vagy ide jön valami más európai együttes, nekik a labda mindig itt landol. Szóval nálunk ez... Na most már tényleg a foci gyakorlatilag teljesen zárójelbe tevődött. A diósgyőri kemény mag példának okáért nem is nézi a füvet.
Két órával előbb kimennek, és már törik a betont, és csak az ellenséges szektorban néznek. Tehát tulajdonképpen a verekedés, mint öncél jelent meg. Hát legutóbb, amit a Diósgyőr Hunafer mérkőzésen, ugye amelyet a 31. perc után lefújtak, hát amit a Diósgyőr produkált, rommel a sivatagi rom. Figyeljék a technikát! A 23. percben, amikor hát nem csak arról van szó, hogy kiesik a Diósgyőr, hanem a 16. osztályból kell újra kezdenie, ennek ilyen KFT-s okai vannak, tehát a kézgáz. A 23. percben berombolnak a pályára a szurkolók, azzal a nyilvánvaló szándékkal, hogy a játékosokat lemészárolják, és az igazság azt hiszem az ő oldalukon van ebben az esetben, vagy legalábbis jól megverjék. Na ezt a rendőrök még vissza tudták nyomni.